Na, és akkor hol megyünk akkor most? Mi lesz akkor ebben a Lazy White dal? Mi van most? Hát, venni kéne ajándékot. Szóval gondolkodom, hogy mit kéne venni. De miért nem megyünk be valami plázába, azt veszünk neki szép pulóvert? Mit veszünk? Pulóvert. Hát egy Vajdának minek veszel pulóvert? Hát mi mit venni akkor? Egy Vajda öltönyben van. Öltönyben van? Ilyen szép izit vennénk neki. Mit kötött pulóvert? Ilyen szép... Kötött pulóvert. Aha, ilyen szép szépeset. Ilyen nyakasak, ilyen jó garbúsak. Na, milyen szép lenne benne? Hasztak ugye betyarját. Azért fontos, hogy a Vajdához eljussunk, hogy minél több pénzt szedjünk be a Roma, Romeo és Júliára, és hogy minél színesebb produkcióval előtt tudjunk rukkolni. Azért fontos, hogy a Vajdához elmenjünk, hogy hát a szakmailag fel tud minket olyan dologra világosítani, amiről nem tudunk. Hát akkor mondjad, hogy mit vegyünk neki? Hát Zsolti, festmény, szobor, ilyen antik valamit kéne, nem pulóvert. Hát a pulóvert kimossa, nyommal ezt a telefon, mert engem zavara. Annyira keresett vagy, hogy annyira nincs keresett a jó Isten. No. Ételek győzőm. Hát akkor te mire gondolta? Na, jönnek egy mobiltelefon, úgy azt nem mondod, Jare. Hát van, akkor mondjad te, hogy mi legyen. De azt nem mondod, hogy mi legyen. Bemegyünk egy boltba, ahol ilyen festmény, meg ilyeneket lehet venni, azt veszünk valami ajándékot. Most az jó neki a festmény? Hát nem. Van mindenfajta festmény. Vagy jó Istent venni, Jézus. Na látod, az mi jó? Nem pulóvert. A jó Isten, az mi jó, vagy pedig vegyünk neki akkor izét. Pulóvert. Jó napot kívánok! Csokolom! Ez hát ez megmondom neked őszintén, ez nagyon komoly volt te. Csókolom! Jó napot kívánok, kezdi csókolom! Köszönöm! Csókolom! Kis Horváth Lászlóné Berta, eladó. Tudunk segíteni esetleg? Igen, szeretnénk. Van. Én itt pulóvért akartam menni, kötött pulóvért. Az nincs. Az úgy látom, hogy itt nagyon komoly dolgok vannak csókolom. Ez nagyon szép komoly dolgok. Ezek a régi századból vannak, hogy honnan? Még előbbről is. Hát valami 17., 18., század 16. Azt a gyönyörű, nagyon szép. Azt a kutya mindenét. Ez nagyon szépen. Hát még soha életemben nem voltam ilyen bózba. Amikor bevitt Győzi ebbe a boltba, én kétségbe estem, hogy volt ott minden. Régiségtől kezdve minden volt ott. Itt van a Cardemore. 382 000 forint. Nem olyan, az több van már egy kicsit, az egy spanyol gyönyörű szabja. Én bocsánat, 1 380 000. Az a kis Karda? Az. Hát ez nem nekünk való, csókolom. Ez nem nekünk való. Olyasmi nincs, ami Rómeó meg Júliához kötődő? Na itt van, tessék, itt van. Várjál, majd gondolom, nem zavarik van meg az ügyet. Ezt hozzá köt a Rómeó és Júliához a kardét. Ilyen nagy kardon nem vívtak azért szerintem ott azért, ezzel nem vívtak. A Rómeó Júliában vívtak. Igen, na itt van a kardét. Nincs semmi, ami... Azon gondolkodom, de most nincs. Én is azon gondolkodom. Hát én minden állon kötött pulóvert akartam neki venni, mivel tél jön. Hogy mikor fűtött, otthon kimegy fajé, meg nem tudom, van-e neki kandallója otthon, vagy mit tudom én. Azért a kötött pulóver az meg lesz neki évekig, elteszi a sifonyba, azért jobb lett volna, azt vettünk volna neki. Háború előtti jelzés, látszik ez a háború előtti jelzés. Azt a mindenit. Ez igen. Még a kávé is finomabb benne, mint most. Nem ma jó győző. Akkor azt kérem, jó? Ezt a rócsildostat vagy? Ez majd. Nem, ez lesz akkor ez. Ez a Victoria minta. Akkor a Victoria mintás legyen, ez szebben. Jó, lesz, tetszik. Ez a pillangos, elől is megpéldi, ez a pillangos Victoria minta. Ez nagyon komoly csókolom. Ebből adnak kell egyet? Nem, ez is komplett. Vettem volna nagyapának, hogy ebből kávézzon-e. Hát ez nagyon szebb lesz. Eszébe juttak volna a régi dolgai nagyapának. Tulajdonképpen vettünk hamuzót, meg gyufatartót, mert lehet, hogy ilyene még nincs. Ha megvan, akkor oda teszi melléje. De szerintem jó ajándékot vettünk. Kicsi, de erős. Ócsó, de szép. Hogy lehet jönni dolgozni, úgyhogy valaki kiolvassa a könyveket? Vagy hogy vannak itt kell minden, mindenképp kell valami végzettség, hogy azért legyen. Azért mondom, akkor már maga nem mai motoros, ugye? Nem egészen. De jó, már látom, maga tudja a történelmet. Nem akér, Marti, mennyit beszélsz, Marti? De jó van, Marti, meg kell tudni, hogy... Hát de jó van, majd hő eladó. Jó, most kapitán vagy mi vagy most? Te vagy mind a tábornokok. Ki van tüntetve? Ki vagyok tüntetve, most miért így vagy, hogy csinos vagyok? Azért egy kisebb is jó lett volna, fel vagy benne akadva. Fel vagyok akadva. Fel? Hát honnan dobta a karalat ezt a kabotot? Hát de szemtelen vagy. És miért ezt adnak oda Vajdalnak? Adod, azt ne idegesítsél. Ha milyen szép lenne így. Fel vagy akadva. Ha jó, hogy azt nem mondod, hogy híztam. Most figyelme, hogy öltünk, nem azért mondhattad volna, öltünk, hát, kellett volna jönni. Én azt gondoltam, hogy normálisan felöltöz, úgy nézel ki, mint a hízik, öltön. Te neked ne haragudja, elmondom. Mindig megfulladok a mondatomban. Elmondom értelmes, hogy hova megyünk, farmerbe jössz, melegítő fölsőbe. Jó, én sem vagyok dizajnosan felöltözve, de mi sem. Mi van, azért nem tudunk egy kabatot kölcsön kérni? Kitől kérünk kölcsön kabatot?
Hát ő tőle. Jaj, Zsolti, ne legyél ma a vicces. Mikor leérünk. Jó, és arról meg azért most beszéljünk, hogy normálisan viselkedjél nekem. Ne úgy viselkedjél, mint akiknek elmentek otthonról. Normálisan. Jó? Ha megkérlek. Normálisan. Tartsd be az etikettet, jó? Jó, mi az a etikett? Etikett? Az, hogy viselkedjél, jó? Jó, van akkor, de csak másik ruhába kellett volna jönni. Hát most én most elég. Nézd, hányan mi száll a szét van. Hányan mi száll a szét. Azért be kellett volna egy kicsit szállítani. Igen, és figyelj majd, de tudunk tőle valami ízét, akkor kérni támogatom? Zsolti, minél többet. Én este kiszámoltam, elosztottam. Az mennyit akarsz kérni tőle? Hát most, hát olyan 90 és 100 millió forint között. Hát ő neki honnan lenne ennyi pénze? Hát Zsolti, hát most megszerzik támogatásból, vagy nem tudom. Tud nekünk ebbe segíteni, hogy 100 milliót ad nekünk? Hát miért ne tudna, ő az országos cigombáj, de most akkor nem. Hát na jó, van, no. És akkor ők benne nem műsorban, vagy mi? Hát akkor majd a műsornak a részvényese lesz, igen. Jó, de akkor szépen kiadagolja be neki, hogy most pénzé jöttünk meg. Hát majd én fogom beadagolni neki. Szépen, finoman, elegánsan. Értem. Na, az jó, de akkor lassan nyomjad neki a dolgot, toljad neki, érted? Nézd ide. Na. Jó estét! Adj Isten! Elnézést, hogy ennyit kést. De ma kezd ránk sötétedni, úgyhogy bocsánat. Győzikén, tiszteletem, neked olyan. Szabad, de már csak nem. Kállai Csaba, Vajda. No. Szia. Szervusz. Isten, hozod benneteket. Tiszteletem. Szia. Hú, de kár, hogy belsőtétedni. Nem látom a kápolnát. Hú, de komoly, ez igen. Valami ez igen. Látom bőle. Nézzük meg, kíváncsi vagyok. Ez nagyon szép. Nincs még teljesen kész. Most épül utla. Most épül, igen. Hát, ügyes volt a szakember, a teteje nagyon komoly. Itt fogják összedni a roma fiatal házasodat. Tényleg? Igen, itt az esketét. Akkor újra házasodok, hát egyszerre is. És a ide jönni kell, akkor te meg szeretsz nősülni, győzünk. Tehát így van. És a győzőt azt össze... van, itt elmondhatsa. Majd úr, összeadna nekem győzőt. Össze, hogyha ide eljön, itt összeadjuk a mi hagyományaink szerint. Jaj, de gyönyörű. Mikor megláttam a kápolnát, láttam ott beasszonyt, hófehér menyasszonyi ruhában. Magam ott hófehér öltönbe, lakcipőbe, gyönyörűen, a gyerekek uszályos ruhába. Bea olyan volt, mint a napsugar. Igenis, elveszem hát egyszer ebbe a kápolnába, Bea. Gyertek, Bentev, gyertek. Na jó, én ma most be sem megyek. Hú, no. De komoly, ez igen győzi. Azt a mindenit. Tényleg nagyon szép. És ezt nem adhatom oda ezt győzinek, mert ugye, mivel hogy szent kép, így ezt ajándékban nem igen szoktuk adni háztól pláne. Hát szóval lesz ez felhasználva? A kápolnában. Na, oda szép, felhasználva. Gyönyörű. Na, akkor én bele is kezdeném, hogy miért is jöttünk le, és bocsánat az a varansi. Következő. 3-4 hónappal ezelőtt kitaláltam azt, hogy Magyarországon színpadra kéne vinni. Nem jól beszélsz, Győzelni, nem kitalált. Kitaláltuk. Meg nem hagyja a kilécsőt. Kitaláltuk. Azért tett hozzá, hogy a Vajda úr is képbe legyen. Köszönöm Zsolti, szépen. Ne haragudj, te ezt nem találtad ki, ezt én találtam ki egyedül. Jó, na utalom, majd akkor ezt na, és ha megszólalsz, nagyon... Na, kitaláltam azt, hogy létre kéne hozni a Roma, Romeo és Júliát, mint musical, nem mint musical. És mi ezt elkezdtük szervezni, és hát, hogy fogalmazna, mi jöttünk? Hát nem, hát nem kölcsönkérni jöttünk pénzt, na az csúnyan hangzik, de viszont kölcsönkérni is jöttünk pénzt, de... Támogatási jöttünk jobban. Ez magyarán szebben hangzik, hogy támogatási jöttünk. Van egy nagyon nagy probléma. Ez a tudike, amit te akarsz, nem fog létrejönni. Mi van? Mit akarsz? Ez nem lehet. És nem értettem, hogy miért nem lehet. Vártam, hogy ki a vége legyen a mondatnak, hogy mi van. Van egy nagyon nagy probléma. Ha minden pénzed megvolna hozzá, nem tudom, mennyi millióba fog ez kerülni, mennyi akar ennek a költségvetése. Nem olyan sok. Bocsánat, maradjon a csendben. Jó, elnézést kérek, mély tisztelettel. Akkor meglátod a szemképet odakint, az ajtó előtt, nagyon megnézted és simogattad. Igen, én szeretek ilyeneket. De azt is tudod, hogy hát, hogy ezt a te lelked akar valamit, és a te lelkednél valami van, amit te magad nem tudtad megfejteni. Tehát egy átok van, téged nagyon elátkozott egy asszony. Ez nem ma történt, nem tegnap, hanem jóval régebben már. Hova? Nem is gondolom. Vagyunk. És azért mondom azt neked, Győzi,
hogyha ez az átok nem lesz róla levéve, ez, amit most nagyon-nagyon-nagyon szeretnél, ez nem fog sikerülni, hiába lesz meg a pénzed rá. Mert lehet, hogy történni fog veled olyasmi, ami későbbiekben, Isten őröz megy, inkább ki sem mondom, mert babonás ember vagyok. Hát én szerintem Győzi teljesen megfagyott, kétségbe esett. Én is elkezdtem aggódni, mikor Győzőnek ugye a feje elkezdett pirosodni, az arca összekezdett sorvadni neki. Mondom, mi lesz itt? Győzike, én azt tudom neked mondani, ha elfogadod tőlem azt, igen, hogy ezt az átkot én levehessem rólad azokkal a ceremóniával, amiképpen a mi őseink tették azok emberek felé, akik el voltak átkozva, én szívesen ma est megteszem. Érted? És a te családodért. Ha ez az átok nincs rólad véve, lehet neked bármennyi pénzed. Ez se fog összejönni, és nem tudom, mi fog el még történni. De kiabálni se fogom annyit, ugye? Utána, hát, hogyha én azt nem akarom kimondani. Jó van, Győző, menjél bele mindenben. Győzikén, olyan szertartáson veszel részt, mint amiképpen régen csináltak a mi őseink, azok emberek, akik értek az átok levételre. Most én szeretném az átkot levenni rólad, hogy örömben és zökkenőmentesen teljenek napjaid, és amiért hozzákezdesz, a sikeres lehessen a te életedben. Amen. Amikor megláttam a lavort, hogy a téglalkon áll, én azt hittem, hogy visszamentünk 1700-as évekbe. Hát ez nagyon komoly volt. Én egy kicsit elkezdtem remegni, félni. Sofekazos manussi chorimo mangaltu letire palés tenacholtar palesté que cada neon lasso manussi camelte jutil pe manusha camelte jutil pe codi o te den sama hogy vieron sivare con ande cada tem letire palesté cada armaya tenacholtar tejantar pe cash pe bar. Legyen itt a testvére is, hogy az átok át ne menjen rád, Zsoltikám! Isten ments! De akkor gyere ide, te is légy szíves! Vagyok! Zsoltikám, szakadj el részét a... Gyorsan! Mert most megy ki az átok! Jelvi, Anna Lészék! Jelvi, Bekhaz! Te bort! Jete a Jelvi, Anna Lendé! Hand up to! Bekhaz Lendé! Bort Lendé! Amen! Amikor a Vajda így mondta, én egyre gyengültem, éreztem, hogy gyenge vagyok, nem bírom tovább, el akarom magam engedni. Ott összeesek, és csak azt éreztem, hogy jó, nagyon jó ez, és közben megérkezett a testvérem. És arra így megremegtem, hogy Marette, mit akarsz itt? És azt éreztem, hogy ő el akarja venni tőlem azt a hitet, amit, azt a megtisztulást, és próbáltam így elnyomni, Marette, menjél majd innen. Felesztem, hogy egy kedél, arra várjam. Amen. 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 És most ide ember leszünk? Ember. Ideget már semmilyen nem. Egy pajzs van köröttek. Semmilyen átok nem fog veleket elérni. Köszönjük szépen. Bárhogy átkolódnak, rosszat kívánt nektek, nem fog rajtatok. Úgy adja, jó Isten. Úgy adja, jó Isten. Úgy adja. Jaj, dicsa. Közikém, kívánok neked sok sikert ehhez a Roma, Rómeó és Júliához. És én azt mondom, hogy a magam és a népem nevében sok örömet és sikert kívánok neked, és engedd meg nekem azt, hogy mi is, mint a Vajdák, vagy a magam nevében és a népem nevében ajándékozhassak neked valamit, hogy ebben növelhessem azt, amiképpen, hogy mondtad is azt, hogy vannak hiányosságok még azt, igen, hogy létrejöhessen ez a Roma musical. Ezt a festményt szeretném odaajándékozni neked. Ez igen, Győző. Ezt a színege iskola festette, ezt neked ajándékozom, és ezt majd árvereztetjük majd valahol. Így legyen! Így legyen! És nem kell tartanod későbbiekben, az átok, az lement rólad. Érdemes volt eddig eljutni. Igen. Bíznak bennem az emberek, bíznak bennem a támogatók.
Van ennek a Roma Rómeónak jövője. Hát ha te is ajándékot hoztál nekünk, ma beszélni se tudok. Mi hoztunk kisebbet, de... Érdékes dolgot, mint kis. Hát, szaladgáltunk sokáig ezután. Mert ő... Én megmondom őszintén, össze is vesztem a gázsival. Igen? Igen, bementünk ilyen akciós, vagy milyen, hogy mondják, győzi, akciós bótokba. Ahol ilyen régi dolgok voltak, hogy mivel, hogyha jövünk a cigán vajdához, ilyen régiséget hozzunk. Na most. Győző, te bonts ki, légy szívesen. Majd Csabi kibontja. Ez egy ilyen nagyon-nagyon régi dolog. Vajda úr, legyen szíves ez. Akkor ígyunk arra, aminek éppen idejött kiválságokra. Így van, szasztipe. Szasztime. Jó, de szasztime. Lungot rájó szobor is énem. Baszfáltan. Boldog új éve. Az még messzi van, bátya. Két hónap. Hol van ma a két hónap? Nincs bányi. Milyen bódban voltunk? Aukciós bódban. Antikvárium. Vagy antikvárium? Aukciós bód. Na jó, az aukciós bód meg az antikvárium között, tudod mi a különbség? Mi? Az, ami te is én közöttem. Abban meg neked van igazán. Ennyi. Aukciós bódban, antikvárium voltunk ma. Régiség bódban. Nagyon szépen köszönöm, és hogy ott lesznek azok tárgyak között, amiképpen a tápolnám el leszek helyezve. Ez is azok közé lesz elhelyezve. Örülnénk neki. Nagyon köszönöm. A legközelebb el fogom mondani mindenkinek, hogy tőletek kaptam ezt. Köszönjük.